Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Molnárné Reskovics Zsuzsát, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatónőjét üdvözöllek sok szeretettel. Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a kedves nézőket. A nyári szünet kezdődik meg a mai nappal, viszont az iskolában az események nem érnek véget, hiszen most zajlik ugye a szóbeli érettségi, de még mielőtt erre kitérnénk, egy kicsit értékeld nekünk kérlek szépen az elmúlt tanévet. Hát egy eseménydús tanévben vagyunk túl, illetve hát nem mondanám, hogy túl, igen, mert még nálunk zajlik a munka, de mégis nagyon sok programunk valósult meg, hál' Istennek, ebben az évben. Képviseljük, hogy nem csak az oktatás a mi feladatunk, tehát nem csak a szakórák megtartása, hanem mellett nagyon sok nevelési feladatot is magunkra vállalunk, és legalább olyan fontos ezeknek a megvalósítása, mint az egyes szaktárgyakból az oktatás. És talán mindenki iskolás korából pont ezekre az élményekre emlékszik vissza, amik kevésbé a szakórákhoz kötődtek, mint inkább az egyéb programokhoz. Vannak hagyományos rendezvényeink, amit minden évben megtartunk, és visszatérő események, és hogy úgy mondjam, ezek már fel sem tűnnek nekünk, de azért vannak kiemelkedő események minden tanévben, és az idén több külföldi utat tudtunk például a diákjainknak szervezni, aminek nagyon örültek a diákok. Eredetileg az őszre terveztük a felső tagozatosoknak azt a schönbrunni kirándulást, amit végül is a tavasszal valósítottunk meg, mert az ősszel a határhelyzet nem volt teljesen biztonságosan megnyugtató, hogy gyerekekkel nekiinduljunk. Minden decemberben ez már hagyományos, hogy a bécsi adventi vásárra kilátogatnak a gimnazistáink közül egy busznyian, mindig egy kulturális programmal egybekötve. Aztán az idén szerveztünk sítábort is diákjainknak, és most egy olyan tábor volt, ahol kicsik nagyok együtt voltak, és hát egy ilyen igazi nagy család formációban töltötték el ezt az 5 napot, amit a sítáborban élvezhettek. Aztán az idén szerveztünk Krakkó, illetve Auschwitzba a gimnazistáinknak egy kirándulást, ami szintén nagyon nagy élmény volt számukra, és ebben az évben is nyertünk a Határtalanul pályázattal, ahol 7. diákjaink töltöttek el 5 napot Erdélyben, és egy másik szervezésben szintén Erdélyben vannak most éppen 4. diákjaink. Úgyhogy külföldi utakból is bőven kijárt az idén a rákócisoknak, ami egy kicsit szívfájdalmunk, a Határtalanult kivéve, mert azt ugye pályázattal tudjuk támogatni az utazási, illetve szállásköltséget, azaz, hogy a nagy támok pályázatunk itt az idei év elején véget ért, így azok az ingyenes utazások és ingyenes táborozások, ami 2,5 éven keresztül megvalósult iskolánkban, ezek sajnos most már fizetőssé válnak. Igyekszünk azért minél többet megszervezni, de sajnos már a pályázati támogatás nincsen mögötte. Hát igen, ami egy nagyon fontos része ugye az anyagi lehetőségek a családoknál, hogy ki, mikor, hova, miért tud részt venni. Egy kicsit maradjunk még ezeknél az utazásoknál, hogy hogyan készítitek fel a diákokat ezekre az utakra, illetve hogy utána milyen feldolgozása van az ott szerzett élményeknek. Különböző utazások tekintetében különböző. A schönbrunni kiállítás, illetve kirándulásra ott elsősorban német órákon készülnek a diákok, de azért mennek velük olyanok is, akik egyébként nem németet tanulnak, ők nem annyira felkészülten mennek erre a kirándulásra. Az erdélyi utaknak, a határtalanul pályázatnak előírása is az, hogy vannak felkészítő órák, könyvtári órák, filmnézés, egyéb előkészítő órák, amelyeken valóban felkészülnek a gyerekek arra, ami vár rájuk az utazás során, és ennek van egy lezáró ciklusa is, ami egy témanap keretében valósul meg. Ekkor egy egész tanítási napot szánunk arra, hogy ők bemutatják az ott élményeiket, fotókkal egybekötött élménybeszámolót tartanak, és egyébként emellé teszünk még olyan programokat is, amin a diákok megismerkedhetnek a határon túli magyaroknak az életével, szokásaival, és ezt most pont a Nemzeti Összetartozás Emléknapjára tettük, ezt a témanapot, és így két dolgot kapcsoltunk össze tulajdonképpen.
A krakói utazásra, illetve az Auschwitzban tett látogatásra szintén felkészítették elsősorban történelem szakos kollégák a diákokat, mert nem mindenki tartott még a történelem tanulmányai során, hogy ezt az időszakot már tanulta volna, illetve hát általános iskolában azért valamennyire mindenki. Úgyhogy erre történelem órák keretében készültek a diákok. Azonban a kulturális része mellett rengeteg sportesemény is zajlik, illetve sportversenyek, ahol szintén sok tanuló szerepel kiválóan. Erről is mesélj nekünk, kérlek. Így van, a Diákolimpián elsősorban kézilabdában arattak sikert a diákjaink ebben az évben. Több diákunk egyéni indulóként indult a Diákolimpián és egyéb versenyeken is. Most díjugratásban is van egy kiváló diákunk, Rencsba Kincső, aki az országos válogatott keretbe is bekerült. Vízilabdázóink nagyon szép eredményeket érnek el. Éppen országos bajnok lett néhány diákunk. Az utóbbi időben a sportnak egy szelete a táncsport, amiben szintén nagyon sok diákunk érdekelt. A Veldenszesek közelmúltban egy világversenyről tértek haza nagyon szép eredményekkel. Számtalan sportágban versenyeznek egyébként diákjaink, Zsámár Anna például futóként, elsősorban hosszú távon ér el remek eredményeket, pici vékony kalány létére, és nem is tudom, tehát nagyon sok olyan verseny van, amiről próbáljuk mindig folyamatosan tájékoztatni az iskola tanulóit, szülőket, érdeklődőket iskolánk honlapján. Úszásban is vannak kiváló eredményeink, úgyhogy nagyon sok dicsőséget hoznak a diákok az iskolának. És természetesen rendezünk iskolai sportrendezvényeket is, iskolai sportestét, éjszakát szoktunk tartani a gimiseknek, amikor így éjfélig lehet sportolni bent az iskolába. Épp a múlt héten zajlott egy iskolai sportnap, ahol az önkormányzat segítségével a Papszigeten, illetve a Postástrandot kaptuk meg használatra erre a napra, és ott zajlott mindenféle sportrendezvény. Az idő is kegyeibe fogadott bennünket, mert ameddig tartott, addig még nem esett le az eső, úgyhogy a sport az nálunk mindig egy kiemelt szempont, és tényleg bármilyen iskolai rendezvényt tartunk, annak a sport mindig része. És aki versenyszerűen nem sportol, az pedig mehet rukkolni a többieknek. Így van. Azonban nem csak sportesemények és kulturális események, hanem tanulmányi versenyek is vannak, ahol szintén szépen szerepelnek az iskola diákjai. Tanulmányi versenyekből is nagyon sok versenyen indultak a diákok. A legtöbb, ha tantárgyamként nézem, akkor matematika versenyen indultak talán a legtöbben, valamint a magyar nyelv tanulmányi versenyein, de idegen nyelvi tanulmányi versenyen, földrajzversenyen például az egyik diákunk, Aless Nándor országos verseny, országos hetedik lett Szvitkó Zsombor, ami azt gondolom, hogy az ilyen országos döntőben elért eredmények, azok egészen kiemelkedőnek számítanak, úgyhogy ezért nagyon büszkék vagyunk rá. De a különböző csapatversenyek azok, amik azt gondolom, hogy a legnépszerűbbek. Nagyon szeretik a diákok azt, amikor hárman, négyen csapatot alkotva versenyezhetnek, és az utóbbi években elég sok ilyen lehetőség van. A bolyai csapatversenyek, ami van matematikából is, magyar nyelvből is, ezen is országos szinten is nagyon szép eredményeket értek el. Idén hány nyolcadikos búcsúzott most az iskolától? Hát az idén 48 nyolcadikos diákot búcsúztattunk el, éppen tegnap délután, egy kedves kis búcsúztatás keretében, de hát több, mint a fele a diákjainknak igazából nem vesz búcsút, mert ott marad nálunk a gimnáziumi képzésben. Nekik azt mondtam tegnap épp ezen az ünnepségen, hogy ez csak egy szakasznak a lezárása, az általános iskolai évek, meg hát hogyha korcsoportot nézzük, akkor a fejlődési szakasznak is egy olyan pontja ez a 14-15 éves kor, itt egészen új világ kezdődik számukra. Úgyhogy nekik csak egy ilyen megállás, egy pillanatnyi visszatekintés volt, mert hát szeptemberben ugyanúgy jönnek hozzánk és folytatják nálunk a tanulmányaikat.
És ha már szeptembernél tartunk, akkor mind általános iskolában, úgy gimnáziumban is, hány elsősre számít majd az iskola? Hányan ülnek be az iskolapadba? Mind az első, mind a lendő 9. évfolyamon két-két osztályt tudunk indítani. A leendő elsősök, hát igen, szép létszámmal, 2-28 fős osztályt kell indítanunk. Ideális azért az lenne, ha alacsonyabb létszámmal tudnánk az elsőket indítani, mert azért a óvodából iskolába való beszoktatás, illetve az íráskészség alapjainak elsajátításánál ott azért mindenkinek személyes törődésre van szüksége, és ez ideálisabb, ha kisebb létszám mellett tud megvalósulni. De ugyanakkor másrésztről meg örülünk annak, hogy sok gyerek van, és Szentendrén az utóbbi években nem volt ilyen probléma, hogy ne lenne gyerek, inkább az, hogy minden gyereket sikerüljön elhelyezni. Úgyhogy úgy alakult, hogy 28 fős osztály indítására van szükség. Többet azért nem tudunk, mert fizikálisan nem férnek be a termekbe, nem tudunk több padot betenni. Így is elég szűken vannak szegények, jó lenne, ha nagyobb tér állna rendelkezésükre. A gimnáziumi osztályunkban szintén mind a két osztályban 28 fős osztályt terveztünk indítani, megint csak abból adódóan, hogy a termek mérete nem tesz lehetővé nagyobb osztálylétszám, nem teszi lehetővé nagyobb osztálylétszámok indítását. Mennyire jellemző egyébként a túljelentkezés az iskolába? Én azt mondom, hál' Istennek, bizony, persze szemszög kérdése, mert nyilván aki jelentkezik, az nem annyira örül neki, hogy túljelentkezés van, de mind az elsősöknél, mind pedig a gimnáziumban túljelentkezés volt, vannak olyanok, akiknek nem tudtunk helyet biztosítani. De elsősök tekintetében megnyugtató az, hogy minden szentendrei elsősnek szentendrei általános iskolában sikerült helyet biztosítani azoknak is, akik esetleg nem időben és nem a beiratkozási időszakban jöttek el beiratkozni, hanem később. Szerencsére minden leendő kicsi elsősnek helye van. A középiskolába készülőknél minden nyolcadikosunknak biztosított a továbbtanulás, nem kellett itt, vagy nem kell itt az utolsó pillanatokban iskolát keresni nekik, mindenki itt a rendes felvételi eljárás keretében valamelyik középiskola felvette, javarészt mi. És már el is érkeztünk az érettségihez, aminek az írásbeli részén már túl vannak a diákok, ez hogy sikerült? Igen, májusban lezajlottak az írásbeli vizsgák, hál' Istennek problémamentesen mindenféle szempontból, semmilyen rendkívüli esemény nem történt az írásbeliken, és megtörtént május 31-én a kijavított írásbeliknek a megtekintése is, úgyhogy a gyerekek most már úgy jönnek szóbelizni, hogy az írásbeli eredményeiket ismerik, tudják, hogy ott hány pontot sikerült elérniük, mind közép, mind emelt szinten, mindkét vizsga eredményeit az iskolában tudták megnézni. Hát van, aki elégedett és boldog, és van, aki csalódott. Ez azt hiszem minden évben így szokott lenni. Jellemzően és nagy átlagban egyébként a tőlük elvárt teljesítményt tudták nyújtani. Egy-két olyan diák van, aki azt gondolom, hogy a helyzetből adódó stresszt nem tudta elég jól kezelni, és ezért önmagához képest kevésbé jól teljesített. Az előtte levő időszakban jobb teljesítményt szoktunk meg tőle. És volt néhány olyan diák is, akire ez a stressz helyzet inspirálólag hatott, és egészen meglepően jó eredmények születtek olyantól is, akitől esetleg nem azt vártuk. A ma reggel hogyan indult a szóbelinél? Hát a ma reggel, igen, ez mindig a legizgalmasabb, a szóbeliknek a kezdete. Ma reggel 4-8-kor kezdtük az első értekezlettel, és az első bizottságunk elkezdte a munkáját. Ilyenkor diákok, tanárok egyaránt nagyon izgulnak, mi drukkolunk a gyerekeknek, hogy minél jobban sikerüljön a vizsgájuk, ők meg hát ezt a helyzetet próbálják feldolgozni. Igyekszünk őket felkészíteni, egyébként nálunk 10-ben is és 11-ben is van kísérettségi, 10-ben idegen nyelvből és matematikából, 11-ben pedig magyarból és történelemből szervezünk neki kísérettségit. És ezeken próbáljuk őket szoktatni ehhez a helyzethez, adunk utána mindig jó tanácsot, hogy egy-egy vizsgán mit érdemes megfontolni, és hogy minél jobb eredményeik szülessenek, és azt tapasztaljuk, hogy itt, amikor már élesben megy valóban az érettségén, itt ezek a korábbi tapasztalatok alapján
adott tanácsok ezek megérnek, beérnek, és itt már tényleg ezeket tudják hasznosítani. Természetesen azért a drukkot nem lehet kikapcsolni, ezt látszik, amikor a nyitó értekezlet van, és bejön az összes diák, megáll velem szembe, és rájuk nézek, azért mindenkinek a szemében azt látom, a szorongást. És mindig azt kívánom, hogy 3 nap múlva, vagy hát most jelen esetben majd hétfőn délután kerül csak erre sor, hogy akkor már csupa mosolygós arcot láthassak. Ilyenkor természetes az izgalom. De kollégáimat ismerve nagyon jó vizsgáztatók, minden esetben próbálják erősíteni és segíteni a diákokat, és kedves támogató hozzáállással. Úgyhogy ezért rendkívül hálásak is mindig a diákok. Ilyenkor már nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit nem tudnak, megpróbáljuk belőlük azt kiszedni, amit tudunk, hogy tudják, csak esetleg nem osztották meg velünk, hogy minél jobb eredmények születhessenek. Hétfőn délután hány diák könnyebbülhet majd meg az iskolában? Hát most hétfőn délután még csak az egyik végzős osztályunk, ők 24-en vannak, és a másik osztályban is 24-en vannak. Ebbe a bizottságba tartoznak még olyan diákok, néhány volt diákunk jelentkezett ismétlő vagy kiegészítő érettségére, annak érdekében, hogy korábbi eredményein javítson továbbtanulási szándékainak elérése érdekében. Ők csatlakoztak ehhez a bizottsághoz, illetve 2 olyan diákunk van, aki előrehozott érettségit tesz 11. évfolyamosan idegen nyelvből, úgyhogy nekik is remélem, hogy sikeresen zárul majd, és hétfőn valóban mosolygós diákokat láthatok majd, és aztán kedden kezdjük a következő bizottsággal a munkát. Meddig tart ez a folyamat? Jövő héten csütörtökön délután fogjuk befejezni a szóbeli érettségiket, úgyhogy tulajdonképpen akkor lesz nekünk a munkának ilyen szempontból vége. Hétfőn pedig egy tanévzáró értekezlet után, egy tanévzáró ünnepéllyel tudjuk véglegesen lezárni ezt a tanévet. A nyári időszakban milyen élet zajlik majd az iskolában, amikor nem a diákok, hanem gondolom a karbantartásé lesz majd a főszerep? Hát egy darabig még diákoké is, mert vannak nyári táborok. Egyrészt először most még ezen a héten és jövő héten is bent az iskolában van nyári napközis tábor. Utána az önkormányzat szervezésében most ebben az év, tavaly mi adtunk otthont, most ebben az évben az Izbégi Általános Iskola ad otthont az önkormányzati szervezésű nyári tábornak, ami 3 héten keresztül zajlik még utána. Nálunk is lesz úszótábor a tanúszodánkba, illetve a Farkasvár Diák Sport Egyesület szervezésében lesz kézilabdatábor, lesz cselgáncstábor. Úgyhogy azért még jó néhány hétig lesz gyerekzsivaj az iskolában, ha nem is olyan mértékű, mint egy tanítási időszakban, de azért lesznek diákok, közben viszont már elkezdődnek a felújítási munkálatok is. Ezt egy hosszas egyeztetés előzte meg már tavaly évvégén tulajdonképp költségvetés miatt ugye megterveztük azokat a feladatokat, amiket szeretnénk az idén megvalósítani. Nem csak festés, hanem szeretnénk burkolatot cserélni, haladva úgy annak mentén, hogy az iskolát apró részletenként mindig megújítsuk, és egy-egy részt rendbe tegyünk. Tavaly sikerült a földszinti területet szülői, kollégai segítséggel is, és hát önkormányzati támogatással, a Városi Szolgáltató ZRT dolgozóinak segítségével nagyon szépen megújítanunk. Most az első emeletünket szeretnénk ugyanígy rendbe tenni. Ilyenkor a VSS-eké a terep tulajdonképpen, és hát nagyon köszönjük az ő munkájukat, mert nélkülük nagyon nehéz lenne. És pont ma délelőtt voltam egy egyeztető megbeszélésen, ahol szó volt arról, hogy konkrétan melyik iskolában mikor kezdenek, nekik egy nagyon feszített időszak ez a nyár, hogy minden oktatási intézményben a nyári szünet alatt megvalósulhassanak ezek a felújítási munkálatok. Aztán szintén nagyon nagy öröm számomra az, hogy ami a nyáron megvalósulhat majd, hogy a jövő tanévet úgy tudjuk majd kezdeni, hogy minden tanteremben lesz fixen beszerelt projektorunk. Ezt most már 3. éve építjük közösen ezt a projektet tulajdonképpen. Az idei évet úgy kezdtük, hogy a tantermek felében van. Most januárban volt egy szülői bál, egy jótékonysági szülői bál, aminek bevételéből 5 újabb projektort tudtunk vásárolni, azokat már használjuk,
és most önkormányzati segítséggel kaptuk meg azokat a projektorokat, amelyekkel tényleg most már minden tantermet fel tudunk szerelni, úgyhogy nyáron most már csak a beszerelés van hátra, és szeptembertől kezdve minden tanteremben tudjuk ezeket használni, ami azt gondolom, hogy az oktatás színvonalának is nagyon jót fog tenni, és ugyanakkor ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket eddig is próbáltunk, de hát sokkal könnyebb úgy, hogyha minden osztályteremben ez rendelkezésre áll. Legyen ez így szeptembertől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzám, és mindezeket megosztottad velem is, és a nézőkkel is, és majd szerintem folytatjuk szeptemberben egy következő beszélgetés alkalmával. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Vendégem volt Molnárné Reskovics Zsuzsanna, a Szent Andrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatónője. Nézőinknek köszönöm szépen figyelmüket a viszontlátásra!